Csak néhány másodperc és rövid ideig tartó enyhe szúró érzés, és már bent is van a tű az ember karjában, amivel vért lehet tőle venni. A napokban Bátaszéken rendezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat. Pászti Vera azt mondja, idén eddig Tolna megyében nagyjából 800 fővel kevesebben nyújtották a karjukat, mint a korábbi esztendőkben. A vérkészítmények nélkülözhetetlenek a betegek gyógyításában. Számos olyan betegségállapot van, ahol a beteg gyógyulásához a vér abszolút szükséges. Talán legelőször is a súlyos műtétek jutnak eszünkbe, ha arról van szó, hogy kinek is van szüksége vérre, de számos belgyógyászati betegség kezeléséhez szükséges sokszor rendszeresen adott vérkészítmény. Mondjuk egy leukémiás kisgyermek gyógyulásához sokszor hosszú hónapokig adott vérkészítményekre van szükség heti vagy napi rendszerességgel. A vér semmi mással nem pótolható. Így egy transzfúzióra szoruló beteg gyógyulásához mindenképpen egy másik egészséges ember vérére van szükség. A mai koronavírus járványos helyzetben is igen fontos a véradás, hiszen a betegeknek ugyanúgy szüksége van vérre, mint bármikor máskor. Véradóink egy része azonban betegség vagy koronavírus kockázat miatt nem tud vért adni. Véradási helyszíneken a szervezés is kicsit nehézkesebb, így nagyon nagy szükségünk van mindenkire, aki egészségesnek érzi magát, és úgy gondolja, hogy véradásával szívesen segítene. Főként a járvány kezdeti tavaszi időszakában maradtak el véradásaink, és összességében kb. 800 fővel kevesebben adtak vért az év első 10 hónapjában, mint a tavalyi év hasonló időszakában. De hozzá kell tennünk, hogy a kórházak vérfelhasználása is kicsit kevesebb volt a szokásosnál. A vérellátó szolgálat munkatársai most különösen nehéz helyzetben vannak, mert például munkahelyeken szinte alig szerveznek véradást, az iskolákban pedig egyáltalán nem tudnak ilyen eseményeket tartani. Véradási eseményeink nagy része külső helyszínen zajlik, munkahelyeken, művelődési házakban, iskolákban. Munkahelyeken korlátozottabb a véradások szervezése, részben összességében a járványhelyzet, részben a betegségek, részben az otthoni munkavégzés miatt. Iskolákban nem tudunk véradást szervezni, hát a 18. életévüket betöltött fiataloknak külön véradási eseményeket szerveztünk a vérellátóban. A művelődési házakban szerencsére a véradási eseményekre nem vonatkozik a tiltás, így megyénkben a településeken tervezett véradások megtarthatók. Jelenleg a vérkészítménykészlet kiegyensúlyozott, kicsivel kevesebb a véradók száma az ilyenkor szokásosnál, de főként a tervezett műtétek korlátozásával csökkent a vérkészítmény felhasználás is. Koronavírus szűrés nem történik véradással kapcsolatban, mert ez egy cseppfertőzéssel terjedő betegség, így magával a vérkészítménnyel nem átvihető. Ezek a szigorú elővigyázatossági intézkedések elsősorban a véradók meg a dolgozók biztonságát szolgálják. Bár koronavírus szűrés nem végeznek, mégis nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra a véradásokon. Külön nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra a véradási eseményeink helyszínén. Belépés előtt hőmérsékletmérés történik, illetve egy tájékoztató tábla elolvasására kérjük véradóinkat, amin a koronavírus kockázati tényezői szerepelnek. Csak az léphet be a véradás helyszínére, aki egészséges és nem volt kitéve koronavírus fertőzés veszélynek. Megkérjük véradóinkat, hogy fertőtlenítsenek kezet, illetve maszkot igény szerint biztosítunk, hiszen a maszk viselése a véradás egész folyamata során szükséges véradóink számára, és hát természetesen a dolgozók számára is. Emellett a megfelelő távolságok tartásával, illetve szükség esetén a véradás helységeiben a bent lévők létszámának korlátozásával nyújtunk biztonságos körülményeket véradóink számára. Pászti Vera azt mondja, most még a korábbiaknál is nagyobb szükség van az olyan emberekre, akik így segítenek másoknak, mert a koronavírus járvány miatt sokan félnek vért adni.